Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A mai kulturális magazinban két témával foglalkozunk. Egyrészt ellátogatunk a Pannon Várszínházba, ahol a Hell próbái kezdődtek. Előtte azonban meghívjuk nézőinket Herendre, ahol az elmúlt hétvégén három helyszínen is emlékeztek dr. Pesovár Ernőre. Az ünnepség délután 14 órakor kezdődött a temetőben, ahol megkoszorúzták Pesovár Ernő sírját, majd pedig a művelődési ház előtti téren felavatták az új domborművet, a ház pedig felvette Pesovár Ernő nevét. Ezt követően pedig a tánc világnapjához kapcsolódóan kezdődött a táncgála. Mai magazin műsorunkat ezzel az összeállítással kezdjük. Néha napján egy kézértem kinyúl, s zörgő lapjaimon váratlanul fölsüt egy szó, mint más világi hold, és új életet kezd, ki fölém hajolt. Gomolygó századok, folytók ködött lehelnek szét a hold sorok fölött. Tartsátok lapjaim a fény felé, és lássátok meg rejtett vízjelét. Holtan is élek, míg irgalma tart a papírosnak, s míg a fölkavart korok örvénye majdan elnyeli, mint szólt a dal, az ősi nyelvet is. Mint lehellet a hideg ablakon, úgy sorvad el emlékem egy napon, s mint a porszem, mely a sivatagba hull, az időbe veszek nyomtalanul.
tágas kimből. Leszakadt vödröstől, egyszerre vagy kétszer, nem mondom meg, egy gyere ide rózsám, úgy csugom meg. Egyszerre vagy kétszer, nem mondom meg, egy gyere ide rózsám, úgy csugom meg. Egy szoknyás, két szoknyás, megfogom a szoknyát. Egyszerre vagy kétszer, nem mondom meg, egy gyere ide rózsám, úgy csugom meg. Egyszerre vagy kétszer, nem mondom meg, egy gyere ide rózsám, úgy csugom meg. Künn a pusztán, a pusztán, a pusztán. Alma terem a megyfán, a megyfán. Minden ágán kettő van, sej három van. Igaz szívű szeretőm csak egy van. Minden ágán kettő van, sej három van. Igaz szívű szeretőm csak egy van. Haragusznak a batai gazdák, ellopták az ercsiek a hagymát. Megállj bíró, megállj nem sokára, tied lesz a vörös hagyma szára. Megállj bíró, megállj nem sokára, tied lesz a vörös hagyma szára. Béresből lett a batai bíró, válja ki a két szemét a holló. Az új bíró csak annyival jobb lett, hogy az adó 100 forinttal több lett. Az új bíró csak annyival jobb lett, hogy az adó 100 forinttal több lett. A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos intelem Mórus Tamástól, hiszen a népművészet és a hagyomány értékeit át kell adnunk a fiatal generációnak, és a múltunkat ismernünk kell ahhoz, hogy a jövőbe tekinthessünk. Én azt gondolom, hogy Herend élen jár a közösségépítésbe, és élen jár a hagyományai őrzésébe. Mit sem érnek a járdák, utak, iskolák, óvodák, bölcsödék felújítása, hogyha nem ismerjük a helyi identitásunkat, nem ismerjük a helyi kultúránkat. Herend városa egy büszke város, és én azt gondolom, hogy ez a büszke város büszke azokra az embereire, akire méltán kiemelkednek a közösségből. Pesovár Ernő egy ilyen ember volt, és örülök annak, hogy a művelődési ház a mai naptól Pesovár Ernőnek a nevét viseli. Gratulálok ehhez. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Pesovár Ernő 1926. szeptember 5-én itt az utca túlsó oldalán lévő régi házban született. Apja a falu jegyzője volt, ő szeretette meg fiaival a Bakonyi tájat, és sokat mesélt nekik a magyarság és a szűkebb környezet történelméről. Pesovár Ernő a herendi elemi iskolai tanulmányait a veszprémi kegyes tanítórendi gimnáziumban folytatta. Itt a regős tánccsoportban szembesült először a népi szakrális hagyományokkal. Helyes László tanár úrtól ajándékba kapta Rétei Prikkel Marian a Magyarság táncai című könyvét, amely végérvényesen meghatározta későbbi sorsát. Pesovár Ernő 1945-ben érettségizett, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen néprajzot és irodalmat, valamint történelmet tanult. 1951-ben szerzett diplomát, majd 52-ben a Népművészeti Intézetbe a néptánc gyűjtő részleg vezetője lett. 1954-ben Morvai Péterrel megjelentették Somogyi Táncok című művüket, melyet még számos egyénileg vagy társszerzőnként publikált könyv követett. Egyetemi doktori címet szerzett 1966-ban. 20 éven át dolgozott a kőszegi, majd jogutódja a szombathelyi Ungareszka táncegyüttessel. Közben a tudományos munkáját sem hanyagolta el. Először a Magyar Néprajzi Múzeum népzenei osztályának, majd a Magyar Tudományos Akadémia népzenekutató csoportjának volt a munkatársa.
később a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, majd a néptáncosztály vezetője lett. Közben sikeresen kandidált. Munkásságát a 80-as évekbe előbb Erkel, majd Életfadíjjal ismerték el. 1992-ben Kossuth díjat kapott. 2008 tavaszán, 82 éves korában veszítettük őt el. Úgy gondolom, nem volna helyén való, hogyha szakmai munkásságáról beszélnék, hiszen egy átlagos magyar ember szintjén vagyok képes a néptánc művészetet megérteni és arról gondolkodni. Azt mindig is tudtam, hogy Pesovár Ernő nagy szaktekintély volt, de hogy milyen nagy, azt objektíven akkor kezdtem megérteni, amikor a mai napra való felkészülésem során rábukkantam egy hölgy néptáncról írt doktori disszertációjára. A 241 oldalas tudományos dolgozatba 164 alkalommal hivatkozott Pesovár Ernő munkásságára. Ez mindannyiunk számára világossá teszi, hogy életműve megkerülhetetlen ezen a szakterületen. Ezek a sziklák sok-sok millió éven át díszítették a Bakony Herend fölé emelkedő csúcsát, a Hajagot. Engedélyt kértünk rá, és lehoztuk őket ide, hogy kőbe véshessük dr. Pesovár Ernő nevét, hogy ne következhessen be az a látomás, amelyről Sárközi György írt versében. Mint lehelet a hideg ablakon, úgy sorvad el emlékem egy napon, s mint porszem, mely sivatagba hull, az időbe veszek nyomtalanul. Én őszintén remélem, hogy dr. Pesovár Ernő szellemisége mától beköltözik ebbe az épületbe. Ehhez kérem Isten áldását és az Önök segítségét. Tisztelt avató közönség, kedves barátaim! Ki volt nekünk Pesovár Ernő? Ezt szeretném megvilágítani. Én azt hiszem, mindenkinek van emléke, valamiféle emléke, valamiképpen kötődött hozzánk. Azt is hiszem, hogy mindenki emlékében mégis van valami közös, és ez pedig az, amit Sík Sándor a következő versében fejezte ki. Van, aki toronynak születik, van, aki remetének, van, aki cipónak, van, aki csemegének. Engem magnak vetett a teremtő kenyérnek, és annak is feketének. Még majd egyszer kemencébe raknak, még porhanyós leszek és szép piros, meleg cipó, kívánatos, mert tűzben kell meg a kenyér emberfalatnak. Hát ez az emberfalat minőség, azt hiszem ez volt nagyon jellemző Ernőre, és ezt éreztük mindig, mindenhol, amikor találkoztunk vele, amikor tanított bennünket, amikor zsűrizett bennünket, amikor gyűjtőúton voltunk vele, mindig ezt éreztük, ezt a minőséget. Mi elmegyünk, és csak az marad belőlünk, amit mi értékként tovább tudtunk adni az embereknek. Tehát adjuk, vele együtt önmagunkat is adjuk, hogy emlékezzenek az emberek. Ne ránk, hanem a gondolatainkra. Mert ugye lassan az a generáció, aki velő együtt élt, együtt alkotott, lassan elmegy, vagy már el is ment. Addig élünk, amíg emlékező emberek vannak. Ugye? Aztán elkezdünk egy idő után szobrokat, emléktáblákat készíteni, hogy ne felejtsük, legalább az arcvonásait ne felejtsük. Aztán kis könyvek leszünk, ahogy a versben hallottuk, kinn a temetőben. Kis könyvek leszünk,
amiket időnként levesznek a polcról, és megsimogatják a lapjait. Nos, lassan ebbe a stádiumba jutunk, a kiskönyv stádiumba. Ernő is ebbe a stádiumba jut. És a szerep, a kiskönyv levétele a polcról, és a tartalmának a tanítása, tovább tanítása, az most azokra az emberekre hárul, akik Ernő szellemében fognak tanítani ebben a házban, és Herenden az iskolában. Nem kis feladat lesz sem itt, sem az iskolában, mert Ernő nagyon sok feladatot adott nekünk. Ha mi eleget akarunk tenni ennek, és igazán az ő szellemében akarunk új generációkat fölnevelni, akkor nagyon fel kell kötni a fehér neműt. Ehhez kívánok én mindenkinek jó egészséget és sok-sok sikert, nagyon önző módon is. Köszönjük szépen! A Herendi Képviselőtestület az egyes kitüntetések adományozásáról szóló 8/2019-3/8-as rendelet értelmében dr. Pesovár Ernőnek díszpolgári címet adományoz posztumusz. Kérem Annát vegye át a díjat, polgármester pedig kérem, hogy adja át. Én azt gondolom, hogy egy ilyen műalkotás
a leleplezés pillanatában sincs még igazán talán kész. Találkozni kell itt a mindennapokkal. Izgul még? Vagy ön, amikor ide került a helyére, akkor úgy érezte, hogy kész? Valójában természetesen addig izgul az ember, amíg a helyén nem kerül a dombormű, és az elképzelése az hogy valósul meg, akkor realizálódik. Ez tegnap előtt volt, mikor a domborműt betettük a kő tányérba, amit előre elkészítettünk. Ugye az alapgondolat az tőlem származott, hogy egy sziklába tegyük inkább a domborműt, ne a falra ide valahova, hogy legyen önálló méltósága és súlya a dolognak. Mert tudtam, hogy milyen domborművet szándékozok csinálni, illetve a polgármester úr kérte azt, hogy a Pesovár Ferenc domborművéhez hasonló dombormű legyen, illetve pontosan olyasmi. Mert a Ferenc az Ernő bátyánknak az öccse, nekem jó barátom volt. Vele többször voltunk Erdélyben, Körösréven, és az ő emlékére való tisztelettel, a barátságról tisztelettel vállaltam ezt a munkát, mert nagyon kevés idő volt. De belehúztunk, éjszakáztunk, és elkészült a munka. Ez a fajta műfaj, amit én itt Fehérvári múzeum falán kipróbáltam, van 7 ilyen domborművem ott, ezt nem igen művelik mások. Ennek az az érdekessége, hogy majdnem csak ugyanazt az üzletet tudja hordozni, mint egy körplasztika, valójában, de annál még több, mert motiválni is lehet a portrét, a felület hátterét kihasználva. Hát így mellé tettem ugye a táncos motivumot, és ez így együtt talán többet mond, mint hogyha magányosan áll egy ismeretlen portré. Hát művészül nem ez lett volna az első kérdésem, de látom, hogy izgalomba hozta a műalkotás. Mondjál az első benyomásait. Azt tetszik nekem, mert hogy akcentus nélküli a dolog, tehát nem tudok hozzá, hogy azt nem így kellett volna, azt nem úgy kellett volna. El lehet első pillanatra fogadni, és engem az se zavar, hogy az arcára ráismerek. Engem nagyon dühít, amikor stilizálják, meg elváltoztatják. Jó, a fáraoknál rendben van, ott előírás volt, de ilyen élő emberekről, ha már csinálnak valamit, akkor lehessen ráismerni. Miközben ez egy tökéletes műalkotás. A mai ünnepségnek is talán ez az egyik fontos üzenete, itt élő emberként emlegeti Pesovár Ernőt, hogy önök élő emberként emlékeznek rá. A fiatal táncház, új táncház generációnak ő mestere volt? Ő egy nagyon komoly csapatnak a része volt. Tehát Martin Györgyöt szoktuk emlegetni, meg az ő testvérét, a Pesovár Ferit, és őt is, aztán a fiatalabbak közül a Laci, aki mondta itt a beszédet. Szóval ők egy nagyon komoly csapat voltak, Stanopali valaki, aki a rögzítéseket végezte, és 60-as évek végén végeztek, azt hiszem ők az egyetemen elég közel is, András Favi Berc is benne volt ebben a csapatban, és úgy összekapaszkodtak, és elkezdték ezt az ügyet hajtani. A tánckutatás ez le volt maradva. Nem voltak hozzá eszközök, tehát az volt az oka, hogy nem kényelmetlen volt a filmezés, akkor nem volt hangos film, aztán keskeny film, aztán ilyen film. Szóval ez a korszak, ami most van, ez nem volt. Úgyhogy ez a végére maradt, holott valószínűleg, hogy a kezdetének kezdett volna lenni, mert az egész tánc, zene, ügy, az mindig a táncdivatok alá volt rendelve. Amiket éneklünk, azok a táncoknak voltak a zenéi. Tehát a táncdivatok diktálták ezeket a stílusváltásokat is, amik aztán bekövetkeztek a népzenébe. Úgyhogy akkor tudták ők is megérteni az egész összefüggéseket, amikor a táncot végre meg tudták vizsgálni, analizálták, és aztán összerakták a típusokat. Ebben nagy munkássága volt Pesovár Ernőnek, ha jól tudom, egy alapműve van. Igen, neki is, meg a Martin Györgynek is, meg a többieknek is. Mindenki megtette a magáit, de olyan betonkeményen együtt dolgoztak, hogy nekünk például egy biztos hátteret jelentettek. Hát táncház mozgalom nélkülük nem lett volna. Tehát mire mi ezt elkezdtük csinálni, mire jött az ötlet, hogy ezt el kéne játszani eredetibe, addigra már volt mit a fenekünk alá tolni, mert készen volt. És akkor Martin csak annyit mondott nekünk, mert ő hozzáfordultunk először, hogy gyerekek, tanuljátok meg rendesen, mert nem fogjátok élvezni. És ezért nagyon fontos tanács volt, addig mindenki csak csipegette, csak egy picit kivett belőle, és nem állt össze az egész, amiről Martin és a társai, Pesovár Ernő is, meg a Feri is, tudták, hogy ez egy használható jó anyag, ezt kár eltemetni. Úgyhogy ha
Megy a vita még ma is, hogy a táncszázat kifedezte föl, akkor hadd mondjam el, hogy Martin Györgyék fedezték föl, mert ők látták be azt először, hogy ez az anyag használható. Na most Ernő tőlünk távolabb volt, mert ő ugye Szombathelyen volt elfoglalva másutt. A pestiek, tehát Martin volt nekünk a kézen, Pesovár Feri Fehérváron volt az én városomban, de teljesen mindegy, hogy hol voltak, teljesen egy húron pendültek, és az életemnek a vége, utolsó szakaszában, amikor az Állami Népegyüttesnek voltam a művészeti vezetője, akkor már csak ő maradt ebből a csapatból, és állt teljes gőzzel mellénk, és segítette a munkánkat. És itt mondanám el azt, hogy az ő érdemük igazából az, hogy nem dugdosták a tudományukat, nem rejtették véka alá, hanem arra vártak már, mikor jönnek azok a fiatalok, akik ezzel dolgozni akarnak. És ahogy megjelentünk, azonnal tették elénk, és adták oda az anyagot, és kísérték figyelemmel a munkánkat. És nem csak dicséretekkel, hanem bizony kritikával is. A mai ünnepség és ez a névadó gesztus azért az örökség tovább örökítéséről is szól. Ők is adtak az önök generációja számára valamit. Akkor még voltak adatközlők. Ma már egyre ritkábban nehezebb találni adatközlőket. Mi a mai generációnak a feladata, hogyha ezt az ügyet szeretné élettel megtölteni? Hát először is példát venni az öregekről, mert az hallatlan, heroikus munka volt, amit ők csináltak. Minden céllel szemben, hadd tegyem hozzá. Nem akart ezt senki. És ez az elszántság, ez az eltökéltség, és ez a meggyőződés, hogy ez jó dolog, amit csinálnak, ezt kell először is tovább menteni, nyilván az ő hírüknek a továbbmentése az első dolog. De másodszorban pedig az, hogy mivel elfogytak az adatközlők, tehát egy generáció egyszerre távozott, tehát ezek nem fokozatosan történnek, hanem nagyapáink egyszer csak menetrendszerűen meghalnak, már nem éljük azt a paradicsomi állapotot, hogy bármikor elmegyünk székre, vagy bárhol, és ott vannak, még táncolják, még lehet elvegyülni ebbe az élménybe. Nekünk ebben szerencsére részünk volt, és ez is sokat jelentett, hogy a táncolatban tudott alakulni. De a mostani generációnak állítom, hogy még nehezebb a dolga. Mert most meg kell tanulniuk értelmezni azokat a lerögzített adatokat, a filmeket, amelyeket most már öröklünk az öregektől, de amelyhez nekik sok élmény és egyéb tudás és szájhagyomány is kötődött. Hát ezt most pótolni kell, és nagyon-nagyon szorgalmas munkával és nagyon nagy elszántsággal, amit tőlük örökölnünk is lehet. Mert ha nem tudjuk kellőképpen értelmezni ezeket, akkor ez egy halott irodalom lesz, amit aztán senki nem akar, ezt a nyelvet nem akarja majd beszélni. És ha tudjuk? Hát ha tudjuk, akkor egy aranybányát kaptunk, mert most gondolj csak arra, hogy a beszédünk is egy ugyanilyen szerkezetű valami. Ha most képzeld el, hogy nem elfelejtenénk beszélni szabadon, csak a talpra magyar tudnánk szavalni, és ezt szavalnák a színházban, meg mindenhol, és nem tudnának beszélgetni. Hát a tánc meg a zene az egy pontosan ugyanilyen eszköz, méghozzá a régiek azt tudták, hogy ez össze is tartozik, ez egy szent háromság. Beszéd, ének és tánc. Ezzel az emberek ki tudták fejezni olyan érzelmeiket is, amit egyikkel másikkal nem lehetett volna. De a tánccal olyasmit lehet közölni a partnerrel, amit semmiféle úton nem lehetett a beszéddel, nem is illett volna. És így tovább, az ének is egy emelkedett beszéd. Tehát ezeket nem szabadna kiirtani az életünkből, és nem szabadna ilyen gomnyomotásra átcserélni, hogy majd mások helyettünk mondják, gépek vagy akárkik. Ez a mi személyes érdekünk, hogy ki tudjuk fejezni az indulatainkat, feszültségeinket, amik keletkeznek a testünkben, mert ha ezt nem tudjuk, akkor ettől nem tudunk megszabadulni, és betegek leszünk fizikailag. Elmehetünk az orvosokhoz, akik aztán széttárják a kezüket.
Megkezdődtek a próbák a Pannonvár Színházban, a Függetlenség napján mutatják be a Hair című musicalt, a következő percekben ezzel a témával foglalkozunk. Igazgató úr, minek köszönhetjük, mekkora munkának, mekkora feladatnak tekinthetjük azt, hogy a Hair musical Veszprémbe érkezhet az önök segítségével? Hát nagy feladat, hiszen ez egy kultikus darab, de mindenki várja, és mindenkinek vannak valamilyen élményei, főként a filmhez. Most ezt tudni kell, hogy az eredeti Broadway változat, ami 1968-as bemutatású, és a 79-es film azért alapvetően eltér egymástól. Más volt a célja, nem részletezném, más volt a célja mind a kettőnek, a zenék természetesen ugyanazok, illetve a színpadi változatnak lényegesen bővebb a zenei anyaga. A filmben egyébként felfeltűnik majd mindegyik, de zömében az ismertebb számokon kívül csak mint átkötő vagy aláfestő zene. A 68-as év az egész világot megmozdította. Tehát megmozdította Amerikát, megmozdította Nyugat-Európát, és egészen másként a keleti tömböt is. Tehát mindenhol forrongott a világ, míg az amerikaiak Vietnámba vonultak be, és ugye ez a Hair egyik fő alapmotívuma, addig a Varsói szerződés az Csehszlovákiában törte le a reform mozgalmakat, tehát mi oda vonultunk be, tehát mindenkinek megvolt a maga bevonulása. Volt egy nagy generációs váltás, és a II. Világháború után felnőtt egy nemzedék, a háború után születettek, 68-ban lettek önálló személyiségek, tehát ők is igyekeztek a maguk kultúráját, a maguk identitását, így ez nagyon fontos megtalálni. A Hair alapvetően a színpadi változat, az próbálja az amerikai ősi kultúrákban, tehát az indián és a néger színesbőrűek kultúrájában felfedezni az alapokat, nem véletlenül, ebben van egy társadalmi lelkiismeret furdalás is, hiszen az indiánokkal és a négerekkel, hogy hogy bánt az amerikai társadalom, talán még ma sem múlt ez el teljesen, ez azért azt köztudott. Ugyanakkor keleten meg mi elkezdtük a saját magunk ősi kultúráját a táncház mozgalmakkal, de ez más országokban is elindult. Tehát indult egy mély fúrás a kultúránkba, hogy fölépítsük belőle a sajátunkat. Úgy tudom, hogy ezzel az bemutatóval reagálni is akarnak, tehát nem egyszerűen megkaptak egy kész szövegkönyvet és zenei anyagot, és pusztán jó szereplő választáson múlik, akár és egy jó rendezésen múlik az előadás sikere, tehát ennél mélyebbre nyúlnak önök most idén. Igen, ez volt a szándékunk, ezért újra is fordítottuk a darabot, mind a szövegkönyv, mind pedig a dalok új formában kerülnek majd a közönséggel, és a célunk az volt, hogy a mai fiatalok is, egy új generáció, akik itt ülnek mögöttem az olvasó próbára várva, fiatal zenés színészek, színész tanodában végzős színészek mind arra várnak, hogy egy új generáció felpesdítse a magyar zenés színjátszást, vagy a magyar színjátszást, nyilván nagy tervekkel vágnak az életnek neki. Nyilván a mi társulatunk tagjai adják az alapot, de rendkívül sok a vendég. Ezért nagyon sok a kettős szereposztás is, egy rendkívül izgalmas és munkás próbaidőszaknak nézünk elébe. Mikor a várható ebből a munkafolyamatból produkció? Július 4-én lesz itt a Hangvilágban egy első vetítés, egy ilyen előpremier. Nyáron játsszuk 6 alkalommal ezzel együtt, és aztán ősztől majd ezzel indul a színházi szezon. Mivel egy évre kizárólagos jogot kaptunk a játszásra, úgyhogy megpróbáljuk Magyarországot meghódítani, Budapestet is, de elsősorban Veszprémet és az Európa Kulturális Főváros térséget. Azt hiszem, hogy ez egy igazán izgalmas pillanat, egy izgalmas kihívás lehet egy ilyen klasszikushoz szabadon hozzányúlni. Furcsa volt, mert hogy én előtte csak angolul hallottam. Nekem gőzöm nem volt róla, hogy ez így hogy fog megszólalni magyarul, úgyhogy amikor meghallgattam az első magyar fordításokat, én rosszul is lettem tőle. Mert hogy én nem tudom, gyerekkorában az ember, amikor hall valamit így angolul, akkor a mögé képzel valami óriási nagy, nem tudom, tudást, vagy valamilyen háttérinformációt, amiben ő nincs birtokában, ugye én, aki 8 évig orosz tanultam, és mikor először meghallgattam a Hairt, közben nem volt, hogy miről szólhat. És akkor most, amikor elkezdtem fordítani, így, hát egy csalódás volt igazából. Azt látom, hogy
hú, hogy ennek a szövegnek örültünk annyira, de hát ez nem szól semmiről. Hát tele van közhelyekkel. És akkor ebből most felépíteni valamit, ami magyarul meg mégiscsak mond valamit, úgyhogy ez mindenképpen hát nagy feladat volt, ezért is kértem meg a barátomat, Léviát, hogy segítsen, mert hogy ő műfordító, és akkor együtt veselkedtünk neki a szövegeknek. És az az érdekes, képzeld el, hogy ez az előadás ez megbukott, amikor készítették, azt hiszem 68-ban, és nagyon sokáig nem is ment igazán. Amikor a Forman elkészítette belőle a filmet, 79-ben, utána lett ebből aztán egy kultikus, vagy klasszikus, és hogy igazából szerintem az a jó, hogyha ez a kelet-európai szemüveg megmarad. Úgyhogy mi arra próbáltuk kihegyezni, megkérdeztük Lacitól, hogy ő hogy képzeli el, vagy milyen tanácsokat adna, merre vezet a story line, ugye? Hát azért nyilván Amerikából nem lehet elmozdítani, de mondjuk lesz benne egy magyar szál. És akkor például ezeket így próbáltuk beleerőltetni. De az a helyzet, hogy a Lívia ugye ő műfordító, ő is másként látja, én meg dalszövegíró vagyok, és én is. Tehát én mindig valami történetet akartam kikerekíteni abból, meg valami olyat, ami nem tudom, nekem szövegíróként is mondjuk így, engem szövegíróként is feldob. És akkor látom benne, hogy hát milyen érdekes, hogy állnak benne a rímek. Úgyhogy nekem inkább így ez a részem, Lívia majd elmondja, hogy mi alapján dolgozott. Én még nem tudom, még nem hallottam a fiatalokat, nem ismerem a színészeket, nem tudok az egészről semmit, szóval ez ugyanannyira újdonság számomra is, mint számotokra. A zenei anyag egyébként neked mennyire áll közel, vagy mennyire volt könnyű így azt mondani, hogy na jó, hát erre szívesen csettintek egyet, és azt mondom, hogy hát ha az én soraim is megállnak ezekkel a dalokkal. Az nagyon könnyen ment, ugye, mert mint említettem én is, először még annak idején, mielőtt a Kurt Cobain akartam volna lenni, előtte én is a heres voltam. Volt ilyen. És hova lett a hosszú haj? Ugye, a hajam hova lett tulajdonképpen? Elvitte az idő. És hogy nem, nekem is megvolt a bársonyadrágom, meg a belehímezett virágok, meg ilyesmi, és akkor énekeltük együtt a hert. Miközben az énekkarral mentünk Debrecenbe fellépni a hátsó hatos ülésen. Szóval, hogy igen, hogy ilyen, volt ilyen a buszban. Úgyhogy tulajdonképpen az összes dalt ismertem. Nem okozott nagy nehézséget azt, hogy egyáltalán így viszonyulni tudjak hozzá. Egyébként, ha elképzelem, hangszerrel képzeljelek el, ahogy a dalszöveget fordítod? Tehát játszod a dalt? Nem, én mindig számolom a szótagokat. Én azt hiszem, az angolul hány szótag volt, és magyarul hány szótag legyen, és akkor utána megmutatom a feleségemnek, azt mondja, te ez rettenetes, úristen. Figyelj, ne úgy, hogy értelmet keres inkább benne, és akkor én lettem az értelemkereső. És ezért aztán egy csomó soromat így ki kellett emiatt dobálni, mert én mindig az értelmet, de azt még nem lehetett ráénekelni. Valahogy így kalapáltuk aztán össze a végén. Azt hiszem, sikerült kedvet csinálni ez a bemutatóhoz. De őszintén remélem. Úgy érzem, hogy Marcell mellé nem árt, hogyha van egy olyan ember, aki néha egy kicsit a csapongását, az ötletelését kordába tereli. Milyen munka ez? Milyen élmény vele ezen dolgozni, és milyen mondjuk visszanyúlni egy ilyen több mint 50 éves műhöz? Szenzációs volt, nagyon nagy élmény volt Marcival együtt dolgozni. Ő kért meg egyébként, hogy vállaljam el vele együtt ezt a feladatot, és hát nagyon együtt tudtunk működni. Úgy nézett ki a dolog, hogy én ragaszkodtam az eredeti szöveghez. Természetesen úgy fordítottam, hogy közben hallgattam az eredeti musicalt, kijöjjön a szótagszám, meg a prozódia stimmeljen. És amit én megírtam, az úgy ilyen szempontból stimmelt. Akkor jött Marci. Tehát ő viszont hozzátette a költőiséget, ami az enyémből hiányzott, az én fordításomból, ami még egyszer mondom, igyekezett eléggé szöveghű maradni az eredetihez hasonlóan. Az angol nyelv sokat változott egyébként azóta? Tehát az, amit akkor azok a dalok jelentettek, azokat tudják jelenteni még ma is, vagy leegyszerűsödött azoknak a daloknak a jelentése? Szerintem ugyanannyira változott az angol nyelv is, akár a magyar. Erről is vitatkoztunk, hogy mi volna ott a megfelelő szóválasztás, hogy például skacok, vagy srácok, vagy spanok. Igen, a slang, hogy slang erős nyelv volt egyébként ebben a musicalben eredetileg? Voltak benne slanges kifejezések, és néhánynak nekem is utána kellett néznem, ugyanis ma már azokat nem használják. Nem tudok most példát mondani, azt ne várjátok tőlem, de ilyen is megtörtént, tehát rá kellett keresnem a neten, hogy mit jelentett akkor, abban az időben, és milyen szövegösszefüggésben. Kulturális magazin műsorunk végén köszönöm szépen figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Munkatársaim nevében is szép estét és jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!